Az adventi programok közül minden évben az egyik legnépszerűbb a Mikulás futás. Idén a vírushelyzet miatt a szokásos módon közös futással nem lehet megrendezni, viszont a szervezők nem szerették volna, ha elmarad. Mindenki fusson egyénileg bármennyit, amennyit szeretne, amennyit neki egészséges, hogy jól esik, tegye ezt Mikulás sapkába, fotózza le, küldje be a Sportolj velünk cégét Facebook oldalnak, és mellette a nevezési díjat azt adja le. Van két gyűjtőpontunk, egyik a Pesti út 7 szám alatt lévő gyermekjóléti központnak az irodája, ott nyitvatartási időben tudják a következő két hétben, tehát 23-a és december 4-e között leadni ezeket a csomagokat, cipős dobozokat. A másik helyszín pedig a Páva utcában található vendéglő, ahol november 26-án és december 3-án lehet leadni a nevezési díjat, ami most is rászoruló gyerekeknek összekészített cipős dobozni ajándék. Ez lehet édesség, játék, műszaki cikk és tartós élelmiszer is. Aki pedig nevez a Mikulás futásra, lefutja a választott távot, elkészíti és elküldi a fotót, nyerhet is. Az már megszokhatták azok, akik részt vesznek rajta, hogy mindig kapnak egy sorszámot, amit utána a futás után közösen szoktunk kisorsolni, és azoknak cserébe szoktak kapni vagy belépőket, ugye városi sportvállalkozások által felajánlott belépőket, vagy sportszereket, ezt idén is megtartjuk. Tehát ezeket a regisztrációs lapokat ugye rögzítjük, hogy ki küldött be képet, ki adott le cipős dobozt, és köztük fogunk ugyanúgy kisorsolni kb. 100 ezer forint értékben sportszereket, meg ezeket a belépőket, amiket egyébként már megszokhattak, kivéve a Korcsolya pályát, hiszen oda most nem tudunk belépőt sorsolni. A Mikulás futást tehát november 23-a és december 4-e között lehet teljesíteni. Ez idő alatt le kell adni a gyerekeknek szánt ajándékokat is.